Élt egy császár egy távoli országban, akit csak az érdekelt, hogy kellően csinos legyen. Szeretné megünnepelni uralkodása 10. évfordulóját, de úgy érzi, nincs alkalomhoz illő öltözéke. Ettől aztán teljesen boldogtalan és felettébb mérges. Így kezdődik a császár új ruhájának története, mely a Szekszárdi Német Színház legújabb mesejátéka, és mint minden darab a teátrumban rendkívül időszerű is. Nagyon ilyen korban élünk, igen, tehát fontos, hogy kinek milyen mobiltelefonja van, fontos, hogy kinek milyen márkájú cipője, nadrágja, akármilyen ruhája van. Úgyhogy szerintem ez egy jó kiindulási pont ebben a mesében, hogy itt van egy király, akinek mindennél fontosabb a kinézete. És aztán hát emiatt elindulnak hazugságok is, és a második téma az pedig az, hogy miért vagyunk hajlandóak hazudni, vagy miért vagyunk olyanok, mi emberek most is, és 200 évvel ezelőtt is, amikor a mese íródott, hogy valami nyilvánvaló igazságot is elhallgatunk csak azért, hogy valami más ne változzon meg. Emögött a félelem is van természetesen, és ugye a mese végén egy kisgyerek mondja azt a királyról, de hát nincs rajta semmi, és valóban a kisgyerek még nem gondolja át, hogy ha teszek valamit, annak milyen következménye lehet. Tehát nincs ez a félelem, hanem az őszintesség van, ami egyértelmű, nyilvánvaló, azt a kisgyerek kimondja. És ahogy növünk bele a felnőtt korba, szépen megtanuljuk azt, hogy sokszor ez nem lehetséges. És hogy hol az a határ, amikor tényleg nem lehetséges, és vagy mikor van az, amikor meg lehetséges lehetne, de nem merünk. A darab alapvetően a gyerekközönségnek szól, így hát számos alkalommal a történet könnyebb követhetősége érdekében magyar szövegekkel segítik a színészek a nézőket. Szeretnék majd azért előadásokat úgy is lehetővé tenni, hogy eljöhessenek családok megnézni, mert rengeteg felnőtteknek szóló vicc vagy vicces rész is van benne, amit a szülők is élveznének, és azt gondolom, hogy megérkeztünk tényleg az iskolákhoz, hogy tudják, hogy nálunk mi egy jó kiegészítés vagyunk a német órákhoz, színházi élménnyel. A tavalyi darabunk is, a Torzomborz a rabló, meg most is a császár új ruhája úgy készült, hogy egy család is megnézhesse, hogy ha bejönnek a szülők, akkor ők is élvezhessék. Tehát sok olyan vicc vagy poén van benne, ami a felnőtteknek jön át, és nem a gyerekeknek. A darabban debütál a Német Színház társulatának egyik új tagja, Dominik Spies. Azt mondja, ez a darab azért jó, mert minden gyerek megtalálhatja benne az érdekességet. A kisebbek vagy a nyelvet kevésbé értők számára is vannak benne olyan viccek vagy jelenetek, amitől ez számukra is élvezetes. A nagyobbak pedig egészen biztosan értik azt is, miről szól igazából a mű. Az érződik, mondja Dominik, hogy a csattanóban, amikor a gyerek kimondja az igazságot a császár mesztelenségéről, a gyerekek pontosan értik, mi is történik a színpadon. Das gefällt mir gut. Wie findet ihr meine neue Hose? Großartig. Lauschig. A Szekszárdi Német Színházban az a szokás, hogy a gyerekdarabokat követően beszélgetés kezdődik a látogatókkal. Arról, mit értettek meg mindabból, amit láttak. A gyerek érti a saját szintjén, hogyha beszélgetek a nézőkkel a végén, és megkérdezem, hogy szerintük a császárnak miért fontos a ruhája, a császárnak miért fontos, hogy hogyan néz ki, hogy milyen benyomást kelt ugye az embereknél, ezekre tudnak válaszolni, ezeket tudják, hogy a császárnak nagyon fontos a ruhája, és azt akarja, hogy mindenki őt becsülje, hogy mindenki lássa, hogy neki mennyi pénze van. De azt is tudják, hogy ha valaki ennyire kifelé akar valamit csugározni, akkor befelé talán nagyon szomorú, vagy nem elég magabiztos. Ezekre rájönnek, és hogyha aztán kérdezzük, hogy a császár jól végzi a munkáját? Nem, egyértelműen nem végzi jól. Milyen lehetőségei lennének? És akkor jönnek az ötletek, hogy mi mindent tudna a császár, hogy javítani. Ilyen szempontból abszolút értik. A császár új ruháját a közeljövőben az ország több pontján bemutatja a színház, Budapesten 4 előadásban, még ebben az esztendőben. Hogy aztán visszatérjen Szekszárdra.